Képzőművészeti tárlat megnyitó a Csornai Művelődési Központban. A Kerény György Művészeti Iskola diákjainak alkotásait csodálhatják meg az érdeklődők. A megnyitó ünnepségen Telekesi Tamás tangóharmonikán játszott. Elhangzott Telekesi Tamás előadásában Bach Borgona preludiumja. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtak hozzánk, és megtekintik a tárlat megnyitónkat. Megkérném Molnári Dugai Éva kolléganőt, legyen szíves, ajánlja figyelmünk a tárlatunkat. Köszönöm. Kedves alkotók, szülők, érdeklődők, kollégák! Mikor pár hete felhívott igazgató úr, hogy nyissa meg a mai kiállítást, egyszerre igent mondtam a felkérésre. Aztán, mikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy mit is kellene mondanom, nagyon sok minden jutott eszembe. És valahogy megpróbáltam ezeket a gondolatokat, érzéseket rendszerezni, és végül kialakult bennem, hogy miként, milyen szerepben állhatok ma itt önök előtt. Kollégaként, szülőként és tanárként. Már többször lehettem tagja az intézmény tanári karának, hol a képzőművészeti, hol a zenei tagozaton. A tevékenység mindig a délelőtti műszak után jött, de soha nem éreztem, hogy fáradtan megyek haza, nem akarom tovább csinálni ezt az egészet. Hiszen ebbe az intézménybe olyan kis művészpalánták járnak, akik szeretnek alkotni, akik saját elhatározások miatt jönnek délutánonként a foglalkozásokra. Az is ezt a tényt bizonyítja, hogy nem csak általános iskoláskorú gyermekek, hanem középiskolások, sőt felnőttek is tagjai az iskolának. Tanárként azt tapasztalom,
hogy egyre nehezebb a gyerekeket kitartó, másfél-két órán át tartó alkotó munkára bírni, hiszen mindent megkapnak a világháló segítségével. Viszont ha itt körültekintünk, rendkívül színes, változatos, izgalmas munkákat találunk. Azt gondolom, hogy ez elsősorban a tagozaton tanító, kiváló szakmaisággal rendelkező lelkes pedagógusoknak köszönhető, no meg a csillogó tekintetű alkotóknak. Gondoljanak csak arra, kedves szülők! Volt-e valaha arra példa, hogy a gyermekük rossz kedvűen jött volna haza a foglalkozásról? Az én lányom is tagja volt valaha ennek a közösségnek, és nagyon emlékszem arra, hogy bár a suliból fáradtan, sokszor letörve jött haza, sohasem kellett noszogatni, hogy induljon a délutáni foglalkozásra. És milyen lelkesedéssel mesélt arról, hogy mit rajzolt aznap. Én meg csak beszívtam a belőle áradó művészetis illatot, a festékek, fixálók, oldószerek jellegzetes illatát. És arra gondoltam, hogy milyen jó helyen volt már megint az én gyermekem, milyen felszabadultan tért haza két óra eltelte után. Ezzel együtt mennyi mindent kapott. Hasonló érdeklődési közösségben lehetett, személyiséget, probléma megoldó képességet fejleszthetett és tanulhatott, kirajzolhatta, festhette magából a gondolatait, érzéseit, bár valószínűleg ennek nem is volt tudatában. Olyan eszközökkel, technikákkal próbálkozhatott, melyekhez nem juthat hozzá otthon vagy az általános iskolában. A biztató szavak, melyek végigkísérik alkotói munkáját, mindig egyére szabottak voltak, egy szóval szárnyalhatott a saját kis világában, és ha elakadt, mindig kapott útmutatást. Szóval tényleg jó helyen volt. Számtalanszor éreztem azt, hogy a béke szigetére megy hetente két alkalommal. Sokszor irigyeltem érte. Az egyik legemlékezetesebb ajándék is ebből a korszakunkból származik. Pár évvel ezelőtt, karácsony előtt megkérdezte tőlünk lányuk, hogy mit szeretnénk karácsonyra. Szinte egyszerre mondtuk a férjemmel, hogy békét és nyugalmat. És képzeljék, hazahozta. Meg is mutatom. Ezt a kis képecskét készítette itt a művészetiben. Amit ott kapott, azt tudta nekünk adni. Ennél szebbet, értékesebbet nem is készíthetett volna. Azt kívánom, hogy a mai alkalom és az elkövetkezendő adventi időszak legyen ilyen békés és nyugodt az önök életében. Ne csak azzal foglalkozzanak, hogy mi lesz holnap, mit főzzenek ebédre, melyik boltba szaladjanak tejért, vagy még hány beszámolót kell megírniuk a héten. Nézzenek körül, álljanak meg egy-egy pillanatra, legyenek békések, türelmesek, megbocsátók. Legyenek büszkék a gyermekeikre, töltekezzenek, vegyék észre a sok-sok szépet, és legyenek hálásak, hogy a gyermekeikkel foglalkozó pedagógusok képesek biztosítani nekik ezeket a lehetőségeket. Advent közelettével azt kívánom önöknek, hogy találják meg azokat a meghitt pillanatokat, amelyeket az ember igazán csak a szerettei körében érezhet. És most az irodalom tanár szóljon belőlem. Végezetül Fekete István Roráte című novellájával szeretném megköszönni figyelmeket, és áldott ünnepeket kívánni kedves mindnyájuknak. Fekete István Roráte. Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak, és még nem tudják, sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, vagy aludjanak tovább. Hát csak pislognak. Ennyi az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ám már elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem. És a csizmák nem kopognak a gyalogjáron, inkább csak cuppognak. Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak, néhol kislámpások ingolyognak, de mutatják, hova kell lépni, ám már hiszen sár van mindenütt. Az ég még sötét, a nappal ágyát csak hinni lehet a keleti égen, és ez elég. Egyébként nem gondol rá senki, mert a búzák kikeltek már, a krumpli a veremben és a jószág betelelt. Ajtó nem csattanik. Kiáltás nincs. A tegnap gondja, mintha aludna, a mai még nem ébredt fel, és a falu csak tiszta önmagát vízi hallani misére. A külső mozgás befolyik a templomba, s megnyugszik. Suttog még egy kicsit, vár, és amikor már a gyertyák lángja is megnyúlik a várakozástól,
felkiált az időtlen vágy, harmatozzatok égi magasok. Mise végére egészen bemelegedett a templom, majdnem otthonos lett, legalábbis így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így érezte Hosszú Illés is, ugyanonnan, bár ha tudták volna, hogy most egy véleményen vannak, hát inkább nem érezték volna. Nagy harag volt ugyanis a két öreg között, kitartó, régi harag, aminek már formája sem volt, nem is emlékeztek, hogy ló volt-e az oka vagy asszony, minden esetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fához. És most Bóbiskola várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás van, hát csak ülnek. Sőt, Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást, de amúgy is ráér. Fél szemmel odasandít Mátéra, hogy mozdul-e már, de Máté nem mozdul. Amilyen konok ember volt világ életében, gondolja Illés, azt akarja, hogy én menjek előbb, de abból nem eszel. Pedig már a gyertyákat is eloltogatta a dékán, azaz a harangozó, szóval a segrestés. Aztán csend. Illés gondol erre, gondol arra, állát belesüllyeszti a meleg nyakravalóba, és szép szeme, és szeme szép lassan lecsukódik. Nem, ijedt meg. Ezt igazán nem szabad, és Mátéra néz, aki úgy látszik, elaludt. Ez hát, ez a híres, mosolyodik el, pedig 3 hónappal fiatalabb. Nem nagy idő az igaz, de mégiscsak fiatalabb. Aztán milyen sárga a füle? Akár halotté. Jóságos Isten. Csak nem lett vele valami. Harag ide, harag oda, a rohadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról. Csendesen oda megy, és kicsit borzongva megérinti Máté vállát. Hallod-e? Máté! Máté felhorka. No! És néz Illésre, mint a csodára. Te vagy az, Illés! Én hát, mondom, megnézlek, mert olyan formán ültél, és nézi egymást a két öreg. A templomban meleg csend, a kőszentek mosolyognak. Kicsit megszédültem, hazudja Máté, de áhítattal, mert tele van a szíve, és szereti most Illést így közel látni. Már elmúlott. Na, hál' Istennek, hát akkor menjünk. És egymás mellett kicsoszognak a templomból. Mi volt ez, Szentatyám? Néz fel az egyik pufók angyal Szent Péterre, mikor az ajtó becsukódott. Olyan meleg lett a szívem egyszerre. Ember kibékült, mondja a főszent, és melegen sóhajt. Csoda, suttog a kis angyal. Hát bizony, a mai világban. És most mit csinálnak? Nézz utánuk, fiam. A két öreg már Illés háza elé ért. Az utca üres, a kémények látselmet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák. Gyere be, Máté! Régen voltál nálunk, mondja Illés. Lángos sütött a lányom. A kis angyal kérdőn néz a főszentre. Mi az a lángos szentatyám? A toronyba ekkor ütött hetet az óra, s ettől a földi hangtól megmerevettek újra a szobrok, de a mosolygás, mintha ott maradt volna az arcukon. Köszönöm, mert tisztelő figyelmet. Nagyon tanulságos gondolatok, és mindenki szíren elmondaná a részét belőle. Nagyon szépen köszönöm. Kedves szülők, tekintsék meg a tárlatot. A tárlat megtekinthető lesz január 3-áig munkaidővédelmi központban. Köszönöm, hogy elfáradtak hozzá. A tárlat megnyitón a kerényis diákok beszéltek alkotásaikról. Karafa Boglárkának hívnak. A Handel Nándor szakközépiskolai művészeti megyei versenyét igazgatói díjat nyertem. 2 rajzomat adtam be a versenybe. Az első egy ex libris volt, amit tusztollal készítettem. A második pedig egy csendélet, amit tusztollal és ceruzával készítettem. Tanárom Szilágyi Égertelész. Herédi Lili vagyok. Ezt a művet igaziból azért rajzoltam le, mert egyrészt ez volt a feladat, meg igaziból bármikor abba hagyhattam volna, de nekem kedvem volt tovább rajzolni, mert nagyon a szívemhez nőtt. Ez a Szent István teret ábrázolja felújítás előtt alatt. A felújítás alatti munkálatot nem rajzoltam le, inkább csak fantáziáltam, hogy milyen volt előtte, mert 3 órán át vagy 4 órán át csináltam. Ezért közben sajnos
belecsúszott a felújítás. Először nagyon mérges voltam magamra is, meg az utcára is, aztán a végén beletörődtem, ezért az apró részletek nem biztos, hogy rajta vannak. De annyit, azért megpróbáltam igyekezni. Füle Blanka vagyok, és a tanárom Pénzes Tatai Ágnes. Ezt a képet készítettem, és ez egy fekete embert ábrázol, mert könyvből kellett lerajzolni egy tájat. És ez porpasztellal van készítve, én azért kedvelem, mert el lehet mosni. Tehát így el lehet csikálni.